Ez a két személy nagyon fontos szerepet játszott a Kárpátaljai Magyar Főiskola életében. Mitrót Gács, aki az első magyar nagykövet volt és részt vett az ukrán-magyar kapcsolatok kialakításában, és a későbbiek pedig számos alkalommal segített számunkra ahhoz, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskola egyáltalán megkapja a működés engedélyt, később pedig a Magyarországon szerzett diplomáknak az elismertetésében, és jelenleg is, mint az Ukrán-Magyar Baráti Társaságnak az elnöke, továbbra is tesz annak érdekében, hogy főiskolák fejlődhessen, illetve javulnak az ukrán-magyar viszonyok. Talán a jelenlegi diplomáciai karnak is tőle kellene példát venni, hiszen szerintem egy diplomatának az a feladata, hogy javítsa a két szomszédos országnak a viszonyát, amit Mitrót Gács mindig is megtett, nem az pedig, hogy a meglevő problémákat élezze különböző akciókkal, ami sajnos jelenleg jellemző. Csak remélni tudjuk azt, hogy a holnapi találkozó Pisztajkó és Szijjártó miniszterek között hoz valamifajta eredményt, és újra megindul a normalitás útján az ukrán-magyar kapcsolatok, hiszen mind a főiskola, mind az egész kárpátaljai magyarság ebben érdekelt. Kotápi Árpád János nem csak mint nemzetpolitikai államtitkár, hanem korábban, mint Bonyhád városának a polgármester is támogatta intézményünket, és szinte fel se lehet sorolni azt a számos támogatást, amiért köszönetet érdemel a magyar kormányzat, a magyar társadalom, és ennek a lebonyolításában a nemzetpolitikai államtitkárság és maga Potápi Árpád játszotta a döntő szerepet, úgyhogy köszönjük neki is.